Kortárs művészet és mecenatúra az Íbő Budai Kreatív Ház támogatásával. Sziasztok! Az Íbő Budai Kreatív Ház kortárs művészetről és mecenatúráról szóló sorozatának legújabb adását látjátok. Ezúttal Deák Erika galeristával és az általa képviselt Csató József festőművésszel beszélgetünk a művészi karrierépítésről, társadalmi felelősségvállalásról, alkotófolyamatokról járvány idején, a mesterek fontosságáról és a nemzetközi közegbe való beintegrálódási lehetőségekről. A galéria gyakorlatilag online ment, tehát amikor beütött a vírus, akkor az szerintem nem csak minket, hanem az egész gazdaságot, minden egyes embert nagyon rosszul érintett, de mi újra gondoltuk magunkat, és azt a kiállítást, amit szerettünk volna még tavasz elején megnyitni, azt májusban nyitottuk meg, és azt találtuk ki, hogy megnyitott már nem csinálunk, kizárólag online megnyitónk volt, ami azt jelentette, hogy a megnyitó beszédet felvettük, és utána azt feltettük az összes social media oldalunkra, ott megtekinthető volt, illetve elkezdtünk egy 3D-s modellező céggel is dolgozni, és a galéria kiállításáról készítettünk egy 3D-s virtuális túrát, ami azt jelentette, hogy ha valaki személyesen nem is tudott eljönni, úgy tudott körbe menni a galériába, és úgy tudott potenciálisan közel menni a művekhez, mint hogyha valójában itt lett volna. Az első meglepő részt, amikor ez itt beesett közénk, én ezt abszolút vidáman és pozitívan éltem végig. A gyerekeim ugye családban élünk, és ők nem mentek iskolába, emiatt nem kellett velük reggel iskolába szaladni. Ismét rájöhetünk arra, hogy azért a pihenés az egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, és ez kamatozott is abszolút. Azt gondoltam, hogy kétszer annyit fogok dolgozni, mint egyébként, hiszen mondjuk a műterembe bemenet nem biztos, hogy összeakadok emberekkel, hogyha autóval megyek. A műteremben sem, tehát amúgy is egy magányos műfajban vagyok, tehát azt gondoltam, hogy ez. De érdekes módon előtte többet dolgoztam, mert annyira, tulajdonképpen annyira jól éreztem magam otthon, hogy igaziból nem lökött így mennyiségben a képeken. A befelé, tehát a gondolkodás része az viszont arra kifejezetten pozitívan hatott, az biztos. A helyzetből kifolyólag ugye minden tolódik, csúszik, nem tudni. Nagyon sok minden lebeg a levegőben, ugye az Erikával legkésőbb jövő ősszel talán lesz egy önálló kiállításom. Most francia-párizsi megkereséseim vannak, illetve Berlinben néz ki még egy egész biztos csoportos kiállítás a január-február időszakra. Rómában is lesz egy csoportos kiállítás, az most októberben, és akkor várom a francia fejleményeket. Szerintem az alapvetően, ami a legfontosabb, az a hit és a bizalom. Tehát én azt gondolom, de természetesen ennek az ellenkezője is igaz lehet, mert sokféle galéria van és sokféle módon működünk. Nálam nagyon fontos az, hogy én személyesen is nagyon szeressem ezeket a műveket. Én azt gondolom, hogy képviselni legitimen akkor tudok egy művészt, bármilyen képzőművészetet, ha én magam is elhiszem azt, amit ez a művész csinál. Nem volt egy ilyen romantikus képen magamról, ahogy a palettával, meg egy ilyen félrecsapott sapkában állok a állvány előtt. Ez gyakorlatilag szépen fokozatosan alakult ki. Aztán amikor a képzőművészetére kerültem a Maurer Dórához, akkor egyenesebb irányutat vett nyilván ez az egész. Azért szeretem, mert ő egy nagyon önazonos művész. Nagyon jó vele együtt dolgozni, nagyon könnyű vele együtt dolgozni, és az alapvetés természetesen most is az, mint minden más művész esetében, hogy nagyon szeretem a munkáit, rajongva szeretem. El kell, hogy mondjam, hogy két műve a saját lakásomban is lóg, tehát nap mint nap, nem csak a galériában, de otthon is találkozom a műveivel. Nagyon szeretem azt a szabadságot, azt a lazaságot, azt a felszabadultságot, ami a műveiből sugárzik. És egy nagyon okos művész is, amellett, hogyha ránézünk, akkor azt gondoljuk, hogy de laza, milyen érdekesek ezek a növényszerű, humanoid figurácskák, de közben tele van nagyon sok művészettörténeti referenciával is, tehát van hova visszanyúlni, és van mihez kapcsolni ezeket a műveket. Erre a képről eszembe jut az a rajz, ami alapján készült, mert mostanában a rajzok alapján készítem a képeimet, és látom a
saját tétova szenvedgetésemet, ahogy elkészült ez a kép. Én szeretem a saját képeimet nézegetni őszintén, szóval pláne ilyen évek távlatából, tehát így mindig így elcsodálkozom, hogy mi hogy készülhetett, mert fogalmam sincs sokszor. Azt mondanám szerintem, hogy könnyen, ugyanakkor nehezen. Ha elakadásba ütközöm pillanatnyilag a műteremben, akkor azon olyan régóta gyúrom már magamat ezeken az utakon, hogy már gyakorlatilag ilyen vannak technikáim, hogy tehát megismertem már magam annyira, hogy tudjam, hogy mi az, ami segített olyan helyzetben, hogyha nem működik valami. Általában rajtam a változás szokott segíteni, vagy a változtatás. Ezt fontosnak is tartom nagyon. Dórától leginkább ezt a nyitottságot, ezt a szabadságot, és ezt a teljesen a pillanatban odakont, tehát a minden energiája és minden idegszálával arra az emberre koncentrál, akivel éppen beszél. Dórának semmelyik diákja, vagy semmelyik ember, akivel beszélt, soha nem volt érdektelen, mindig pontosan ugyanúgy beszél mindenkivel. A mai napig egyébként ez így van nála. Nagyon fontosnak tartom a társadalmi felelősségvállalást, különösen most ma Magyarországon. Én magam is kaptam egy ilyen ösztöndíjat, amikor Amerikában egyetemista voltam, és nagyon-nagyon sokat segített nekem, és sokszor visszagondolok azokra az időkre, arra a visszaigazolásra, amit egy ilyen ösztöndíj megkapása jelenthet. Abszolút fontos pontnak érzem a pályámon a Nemzeti Bankos gyűjteménybe kerülést, illetve a Ludwig gyűjteménybe kerülést is. Nyilvánvalóan fontos pontok. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket! Tartsatok velünk legközelebb is, mert tudjátok, a kortárs izgalmas!